A Warner 2014 óta próbálja építgetni kisebb lépésekben a saját szörny univerzumát. Két önálló Godzilla és egy Kong film után pedig eljött az ideje, hogy a két bestia összecsapjon, ám erre nem csupán a mozik nagyvásznain kerül sor, hanem az HBO Max streaming platformon is. Adam Wingard rendező azt ígérte, a meccs ezúttal mindenképp eldől majd, nem úgy, mint a régi alkotásban, de vajon élvezhető filmet sikerült összeraknia? Ez itt a 200. hashtag heti epizód, most pedig nézzük! Hogy milyen? Mielőtt azonban belekezdenénk, kérnék egy kis szívességet. Ha tetszett a tartalom, iratkozz fel a csatornámra, illetve nyomj egy hatalmas lájkot like erre a videóra. A történet szerint Godzilla kever egy kis bajt, ezért az emberek a fogságban tartott Kong segítségét kérik, győzze le a városokat indokolatlanul leromboló szörnyeteget. Oszt ezek összecsapnak, és minden már is spoileres lenne, de annyit leszögezhetek. A rajongói teóriák megint nem tévednek, akik egy kicsit is tisztában vannak a két gigász korábbi összecsapásaival, pontosan tudják, mire kell számítani. A meccs eredményét tényleg megkapjuk, de eléggé volt módon Ennél többet azonban már tényleg nem mondhatok. A cselekmény szokás szerint két szálon fut. Ott vannak a böhöm nagy kotorékok egyrészt, másrészt meg persze a totálisan érdektelen, mindenkit maximálisan hidegen hagyó emberi szál. Most legalább annyi változás történt, hogy néhány szereplő visszatér a Godzilla 2 a szörnyek királyából, de ez nem segít azon sokat, hogy kötődni tudjunk hozzájuk. Rengeteg sok emberi szereplő a végére pedig garantáltan nem fogunk emlékezni egyiknek a nevére sem, maximum az egymondatos, együgyű karaktereikre. Ott volt a gonosz csávó, meg a podcastes vicceskedő meg a lány faterja, meg a. értitek már? Szóval ezek a részek új fentásítozással telnek majd, amíg mindenki arra vár feszülten, mikor csap már össze a két hatalmas ragadozó. Ezek a pillanatok természetesen a film legjobb momentumai. Bár itt megjegyezném, hogy nem vagyok kicsit sem a kaiju műfaj kedvelője, a Kong koponya sziget kifejezetten tetszett, az új godzillákat viszont inkább kihagytam, és csak felületesen ismerem őket. Most viszont az inséges időkben egy ilyen látványorgiával kecsegtető csemege nem maradhatott ki. Mert igen, a látvány a helyén van. Majd egyszer talán a moziban is elérhető lesz, addig viszont felcsaptam a kalós sipkát, és bebuffantottam a 4K tévére. Az eredmény magáért beszél, ordít a nagyvászonért az alkotás, ha bírjátok, mindenképp várjátok ki. Azt nem mondom, hogy adjatok neki egy második kört a moziban, mert az csak akkor lenne valid, ha készülne egy vágás csak az akció jelenetekből. Minden más ugyanis halálunalmas, de nem akarok ide visszakanyarodni. Szóval látszik, hogy nem olcsó Jánoskodták el a vizuális megvalósítást, mocskos jól fest mind a bunyó, mint pedig a bestiák. Agyakat mondjuk nyilván tessék eldobni, Sokat nem kell, meg üzenetre várni sem. Egyszerűen csak élvezzük a csihipuhit. A koreográfiák ugyanis meglepően ötletesek, az adok kapukban van fantázia, igazán lehet szorítani nagy házi kedvencünkért. Bár a film egyértelműen kikiált egy hős karaktert, ez nem jelenti azt, hogy a másikért ne lehetne izgulni. Amilyen jó a vizualitás, annyira rossz az audio oldal. Érződik rajta, hogy nagyon szeretett volna hatásos lenni és méltóság teljes, de helyette csak hatásvadász és szánalmas. Pedig ezt is Junkie x szel szállította, de sajnos ez most komoly mellényúlás, hogy csak a film nem volt elég epik a szupi szuper muzsiká, Hoz. ezt is fenntartom. A mű végén egyébként kiderül, hogy Godzilla és Konganyát is Mártának hívják, a két monstrum egymás szájába üvölt, leolvasható az ajkukról a Márta szó. Ez mondjuk csak az én teóriám, de remélem a Szörnyek Ligája című filmben majd megtudom a teljes igazságot. Viccet félretéve az már most jól látszik, hogy ahol bemutatták a mozikban, ott a körülmények ellenére is remekel a film, ez hozzájönnek még az HBO Max bevételek, és aztán várhatjuk, hogyan alakul tovább a franchise sorsa. Haladunk tovább, vagy elkaszálják a fenébe az egészet. Beszéljünk egy kicsit a Na erről aztán nem lehet sokat dumálni. Centi Bobby Brown, <coughs> Millie Bobby Brown, itt volt, de helyette akár Stranger Things-et, vagy Enola Holmes-t is forgathatott volna, aztán Eiza González ide is be van kicsit rángatva, mint biodíszlet, szépségmodell. Alexander Skarsgård nem innen fog feljebb kapaszkodni a Hollywoodi ranglétrán, ahogy a folyamatos epizód szereplő Brian Thierry Henry sem. Julian Dennison sokkal jobb volt a Deadpool 2-ben, Lance Reddick -re itt nem fogunk emlékezni, de a John wick igen, Rebecca Hall meg Chini ide vagy oda, senki nem tudja, miben szerepelt korábban. Gonosz vagyok, mert egy ilyen moziban messze nem a színészi alakítás a legfontosabb, nehéz is bármi komolyan vehetőt elvárni, de azért egyszer meglephetnének minket. Na majd talán legközelebb nem lesz mindenkinél érdekesebb Kong és Godzilla is, a két beszédképtelen szönt Nos, ennyi. A Godzilla Kong ellen az igazság már hajnala... mármint a Godzilla Kong ellen nem nyújt többet, mint amit várnál tőle. Korrekt szörnyfilm, hatalmas, látványos, akciódús, adrenalin pumpáló összecsapások, mellette viszont lapos és csupán időkitöltésként használt emberi szál. Egy nagy fordulatra húzzák fel a sztorit, de ez viszonylag keveseket fog meglepni, az viszont nem, hogy a színészi játék konvergál a nullához. Az NSM ad hozzá sajnos, üzenetre ne is számítsatok, de legalább kettő óra alatt van, és a bunyókra tényleg nem lehet panasz eldobni, és csa! Köszönöm, hogy velem tartottatok a 200. epizódban, megyünk előre, a végtelenbe is tovább, a filmek iránti szeretet ugyanis egy cseppet sem lankad. Nem sokára újra tali, addig is mindenkinek jó filmezést, mozizást kívánok. Levi out. Sziasztok!